Óriási alvatvértócsa jelezte, hogy itt a nyílt utcán szenvedett a megszúrt német juhász. Az állatot a gazdája támadta meg egy 11 centis késsel, mert a kutya kiszökött az utcára. A környékbeliek akkor azt mondták, többször fordult már ez elő, de a kutya jámbor volt, soha nem bántott senkit. A gazdáját viszont erőszakos, kiszámíthatatlan emberként ismerték. Az ügyben indult bírósági előkészítő ülésen az ügyész most azt mondta, a férfi különösen kegyetlenül ölte meg a német juhászt. Brutálisan végrehajtott magatartása alkalmas volt arra, hogy a kutya maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza, cselekménye az állatnak órákon át tartó, nagy vérveszteséggel járó különös szenvedést okozott. Az okozó sérülés ellátásában a vádlott nem vett részt, annak érdekében semmit nem tett. Az állat végül órákkal a késelés után kapott orvosi kezelést, de ez már nem mentette meg az életét. A német juhász leszúró férfi korábban már volt büntetve szeméremsértésért. Akkor próbára bocsájtották. Az ügyész ezért azt indítványozta, hogy vonják össze a két ügyet, és a férfi azok alapján kapjon ítéletet. A vádlott beismerte a kutya megölését, azt mondta, nem fogta fel, mit tesz, mert előtte alkoholt ivott. Most azt szerette volna, hogy a bíróság tartson még egy tárgyalást, mert mint mondta, nem zárta be a háza ajtaját. Ezért mielőtt börtönbe viszik, be kell zárnia az ajtót. Akkor mikor kell menni börtönbe? Nem kell. Tehát nem született ítélet az ügyben. De az ügyész indítvány az felfüggesztett szabadságvesztés, tehát felfüggesztett börtön. Tehát azt jelenti, hogy nem kell bevonulnia, azt indítványozza az ügyész. A bíró végül elmagyarázta a férfinak, hogy az ügyész nem kért letöltendő börtönt rá, így semmiféleképpen nem is kell bevonulnia. Az ítéletben viszont figyelembe vette, hogy a férfit korábban büntették már szeméremsértés miatt. A bűnös egyrendbeli állatkínzás büntettében BTK 244 szakasz második bekezdés A pont, ezért a bíróság a vádlottat a korábbi próbára bocsájtó határozatban kimondott bűnösség érintetlenül hagyása mellett további egyrendbeli személyremsértés vétsége miatt BTK 205 szakasz 1 és 3 bekezdés halmazati büntetésül 1 év 2 hónap börtönbüntetésre ítéli, börtönbüntetés végrehajtását 4 évi próbaidőre felfüggeszti. A férfinak tehát nem kell börtönbe vonulnia, úgy tudjuk, a kutyáját leszúró vádlott azóta már nem tart semmilyen állatot.